Sziasztok! Nagyon jó hírem van! Kitaláltam egy új módszert, amivel meg tudom gyorsítani a darálóban a pályák feldolgozását. Úgyhogy most meg is mutatnám ezt a módszert. Eszar. Sziasztok! Mint arról beszéltem nem olyan rég, egy perces kalandpályák. Hát szóval az volt, hogy volt egy ilyen ötletem, hogy mi lenne, vagy milyen lenne egy egyperces kalandpálya, amire csak egy perc van, nem egy perc alatt épült meg. És kaptam is, mindjárt lekukkolom, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 pályát idáig, és ez úgy gondoltam, hogy ez pont elég egy videóra, hát ez legalább egy 7 perces videó, szóval az már jó. Jó, és akkor most itt vagyok az elsőn, még nem indítottam természetesen el az órát. Ezt a pályát Mognár Csaba és Lech Zoltán küldte, és az a címe, hogy egy perces kalandpálya. Jó, hát akkor a munka kedvéért el is indítok egy stoppert. Ja, egyébként nem fogom, tehát én is szeretnék minél többet látni a pályából, nem fogom húzni az időt, megpróbálok minél jobban sietni. Aztán meglátjuk, hogy meddig jutok egy perc alatt. Én is nagyon kíváncsi vagyok. Igen, ezt most élőbe veszem föl, nem utólag. Mármint első reakció. Ja. Ja. Úgyhogy indítom az órát. És start. Oké, itt vagyok egy kis szobában. Ráda. Felszerelés, cizma, kalap, gatya, mi ott, pulcsi, kard, csabus a kardja, szabályok is történnek, mind is lezárva a könyv. 14 másodperc. Szabályok, pontos ével, normálon játsz 1.8-ban, ne üsd ki blokkokat, meg egy liter volt, amit a házban találsz, azt elvihetett történet, meg kell ölned a zombi királyt, ne érdekeljen miért, csak siess, mert lejárt egy perc. Oké, meg kell ölned a zombi királyt, mi volt még, basszus, ennyire kapkodtam, hogy... Jaj, normálon játszok, de hülye vagyok, jó, normálon vagyok. Jó, akkor... Utas! Jó, most emiatt a vieség miatt egy kicsit engedékenyebb leszek. A tegnapi vihar széttörte a hidat. Huhú! Jaj, nem baszta Isten! Most fog lejárni, de még pár másodpercet vagyok. A labirintus a létközepén. Huhú! Nyomónap, oké. Ki tudok mászni. Random kérdések tornya. Huhú! Nem tudom, ilyen gyorsan nem tudom. Nem baj, csak menj tovább, nincs sok idő. Zombi király vára. Jaj, basszus, nem ott nem fegyel. Götölök végigíted a pályát. Oké. Egy kicsit túlhúztam, tudom. Ez a stopper szerint másfél perc volt. Nem akartam nagyon kegyetlen lenni. Hát, ha most értékelnem kéne. Az a baj, hogy csak belezsúfolták. Tehát azt hittem, hogy jön valami kreatív megoldás, valami olyan játék, mert ami belefér egy perc, vagy valami. De csak a szokásos dolgokat belezsúfolták egy percbe. Akkor lássuk a következőt. A második pályát, hát de nem tudom, hogy beolvashatom a nevét. Na mindegy, majd szól, és akkor letörlöm a videót, nem tetszik neki, mert ugyanis nem írt nevet. De az e-mail címén látom, Liszkóci Kristóf küldte, és hát a csomagra azt írta, hogy összezavaró, zavarandó, de amikor kicsomagoltam a pályának, csak az volt a neve, hogy pálya. Szóval most nem tudom, mi legyen a pálya címe. E-mailben se írta, hogy mi legyen a pálya címe. Jó, nem tudom. Oké, akkor start. Igen, gombok, szabályok. Szabályok, ne csalj, váltsáték, ne váltsáték módot, ne törj blokkot, ne használj hibákat, indítás. Nem néztem bele a ládába. Közebb kellett van rakni a ládát. Szint, csapus a rémálma. Haha. Az mi volt? Ez van, vagy oké. Jaj, csak parkour. Fagyi hazája, mi? Kék szoba, nyugi, megmentetek ettől a hatalmas sablon feladattól. Olvasd a táblákat, amik a falon vannak. Először azokat teszel, amik hibásak.
Ez túl sok tábla, lesz ide még olvasni. Error, sign cannot be. Hibad a tábla magyarul van. Error, sign. Jó. Pályát Comic Hun készített. Ó, itt van, elkészítés ide, 1 óra 45 perc. Érdekesség, a fegyvereket értelmetlen volt hozni. Ja, jó. Itt nyugszik Kelly nevű Copycat. Ja, és vége a pályának. Ó, és belefért az 1 percbe. Nem is tudom, de tényleg ezek túl rövidek, olyan nehéz róluk bármit is mondani. Bajom volt az a fordulat, hogy nem kellett végugránom, az jó volt, jó, hogy nem kellett végugránom. Következő. A következő pályát, hát ő se írta le, hogy milyen nevet mondjak, hát akkor az e-mail címe alapján, mondjuk ez sem nagy segítség, Samuel Huber küldte. Az a cím, hogy 1 perces, és nem is tudom, mit kell még róla tudni, szóval indítom. Start. Minden szabály be van állítva, normálon játsz, azt hiszem. Jó, le is zárta, oké. Okay. Ne is kiblokkot. Történet feladat. Csíl, borognak a zombi. Feladat. Mi a másik? Történet. Legyen történet. Egy tudós vagy, úgy hívnak Csaberdoki. Egy félre sikerült kísérletben egy hatalmas nyálka jött létre. A laborot pincében van, de a kulcs kint a kertben, mert attól féltél, hogy be fog törni valaki, és el akarja lopni a találmányaid. De már kifejlesztettél egy ellenszert, ami a laborban van az alanyok között. Szerezd meg a kulcsot a kertbe, hogy a laborba juthassál. Add be a mutánsoknak az ellenszert, az ellenszer a főzállványokban van. Érdekesen hangzik. Megvan. Lever. Te pedig kell menni. Ó, lejárt az 1 perc. Oké. De lassú vagyok. Nem is tudom. Na jó, folytatom, nem leszek gonosz. Úgy terveztem, hogy 1 perc, és akkor megállok. Hopp, odaig jutottam. Jó, hát akkor jelezni fogom, hogy ideig jutottam 1 perc alatt, de azért nézzük meg. Már dolgozott vele. Na, ez ellenszer, és akkor... lesz! Lesz! Ja, ez nem, még jó, hogy nem kísérten. Beszélj. Nincs olyan ellenszer, ami a zombikat örül? Hauszi. Ja, fej. Nesze. Őt nem fogom tudni megölni. És ennyi volt az egyetlen gyógyító. Hopp, itt még van. Jó. Jézus, ide rakott egy mokfájtot. Jézus. Vagy ezeket már lehet segíteni? Vagy magamat is? Aha, magamat is, jó. Hát ez bőven nem egy perc. Nem próbáltak is. Kíváncsi vagyok, mi a vége, csak azért leszek kénytelen csalni, de hát na, úgyis, já, nem is tudok. Úgyis kifutottunk az időből. Ah, csend van. Ha legyőzted. Na, ügyes, csak... nem biztos, hogy mindenkinek eszébe jut használni a táblát. Úgy vettem észre, hogy ez még nem megszokott dolog. Ez lett volna az 1 percesem, remélem tetszett, a pályát készítette. Na és itt a neve. Miért nem írjátok meg e-mailben is? Asd, de fe most. Vagy a pálya elején is. Mondjuk inkább e-mailben is. Ha kérésed van, írhatsz erre az e-mail címre. Nincs. A pályát 1 óra alatt építettem. Igen, kifutottunk bele. Érdekesen indult a történet, de... aztán mégiscsak mobfight volt, nem?
Jó, nézzünk egy másikat. A következő pályának az a címe, hogy... hogy egy perces... Hogy de gáz! Még egyszer. Egy perces pálya. Jó, tehát az a cím, hogy egy perces pálya, és aki küldte, az Boti 2345. 2345. És indítom is az órát. Ja, sikerül. Előre. Jó. Mi ez, mintha robbant volna valami? Hát én nem adottam semmit. Gyerünk, cuccok. Jaj, miért rakta ennyi cuccat? Energia, energia. Jump boost. Űrruha. Ez is űrruha volt. Űrruha, űrruha. Földi pénz. Bronz. Lézer. Lézerpisztoly, lézerkard. Ó, egy kis skifi. Üdvözlök a pályán, minden parancsot beállítottam. Te vagy, te egy űrhajós vagy, és ha a hajód teljesen romokban van, a feladat az, hogy kijuss a gépből. Aludj. Nem tudok. Ah. Gondolom, ezt meg kéne inni. Futás, a kőgép összetört. Nő, ide kell varázsni. Ó, hogy itt ugráljak föl. És lejárt az egy perc. Úgyhogy ennyi, ide jutottam egy perc alatt. Ja. Hát akkor folytassuk, azért nézzük meg, ha már megcsinálta. Nem leszünk nagyon gonoszak. Ebbe esek bele, azért van itt. Gyorsan ott a lejáró, menekülj. Menekülök. Á, világűr, ne! Kösz, jó. De mi van, hogyha átugrom? Szerintem fel is tudtam onnan ugrani. Ó, oh, és itt a spawn pont. Köszönöm, végigjátszod a pályát, készítette. És Boti 2345. Jó, ez jó volt, tetszett benne ez a csavar. Rövid volt, persze az lényeg, hogy rövidek legyenek. Ez nem szempont, hogy hú, túl rövid volt a pálya. Igen. Jó, egy fordulat volt, tetszett. A következő pályát, hát nem írt nevet, úgyhogy bocsi, majd kivágom, ha nem tetszik. Máté Marcel Szűcs küldte, és az a cím, hogy egy perc és vége. Akkor start. Tü-tü-tü. Hú, de sok gomb van. Játékindítása, gondolom ne indítsam még el. Farkasölő. Isten, de mi is dinner bone. A játék. A játék lényege végigvezetni a farkast egy kis pályán, hogy elérje célját, megenni a birkát. Ehhez háromféle gombot használhatsz. Az elsővel vasajtókat nyithatsz ki, gyémánt, arany és gyémánt. Másodikat tud lehelyezni a bárányokat. Ezekhez a farkas. Mi? Jó, tovább. A harmadikkal megölheted ezeket a birkákat, így a második fog oda menni a farkas. Mi? Így hadarra, így nagyon összezavarodtam. Ha nem ölöd meg az előző birkát, nem tud tovább menni a farkas. Azt hiszem sejtem, miről van szó. A folytatáson már dolgozom, ez a kis összen egy Csabus egyperces pályák videójába készül. Oké. Okay. Farkas. Van farkasunk. Oké. Okay. Ahogy ez egy ilyen logikai játék. Hát igen. Ahhoz meg idő kell, ugye. És lejárt az egy perc. De ideig jutottam sajnos egy perc alatt. De így látjátok, hogy meddig lehet. Vasajtó nyitása. Aha. Lépcsőtársa. Hát igen, itt rá kell jönni az irányítás, úgyhogy nem a legjobb ötlet volt egy percre. De egyébként tök jó az ötlet, tehát ez eddig ötletes. Csak nem fér bele az egy percbe. Tehát látom én azt, hogy mit kéne csinálni a játék. Ez mind ugyanaz, igaz? A farkas mi? Ha a farkas beakadna, akkor mi? Papír? Beakadtál? Mindegy. Még egy lépcső valahol. Ez a színekkel akarta jelölni az... Így ez a lépcső, aha. Jó, nem akarta jelölni a színekkel. Akkor... És elfelejtettem, melyik gomb melyik. Érdemes lett volna kitáblázni. Ez a bárány lerakás, ez a nem tudom micsoda. És így újra kell néznem. Na mindegy, most kiderül, hogy használt a törést, teszed, össze-vissza fogom nyomkodni. Aha. Uh-huh.
Hogy tudom megölni a bárányt? Így. Ez a farkas. De bárányölő is. És kreatív... Most az, hogy ez a kreatív vagyok. Ó, hát akkor... Jó, ez mi? Ja, hogy ez az volt, oké? Okay? Ezzel meg tudtam mondani a bárányt. Mindkettőt? Nem, ezt nem. Igen, akkor ki kell nyitni az... az ajtót. Ó, oh, és a dugattyú. Azt hiszem így lesz. Ajtó. Igen, farkas, ajtó. Másikat be kéne húzni. Igen, most vissza. Jó. Igen. Ó, oh, de... Aj, oh, ne! Aj, de béna vagyok. És leraktam még egy farkast. Jó, oké, oké, oké. Most mi bajod van? Hát ez bőven nem egy perc, tehát egy ilyen logikai játékra rá kell jönni, hogy is... Ab, azaz misz. Sok. De maga ötlet határozottan jó. Jó, akkor ezt a bárányt így ölöm meg. Igen, a másik bárány meg... Ha itt már látok színeket, hogy a lilára a lila. És akkor azt ki kéne alatta nyitni, ez meg a gyémánt lesz. Na, azt hiszem, eljutott oda, oda kellett volna, de már hát máshol nem tud. Aha. Nem akarja megenni. Akkor ezt a felsőt elpusztítjuk. Na, edd meg. Urá, nyertem. Fú, ez rengeteg volt, nem tudom mennyi idő. Jó, az ötlet az nagyon jó, de nem egy perces pálya sajnos. A következő pályát Kopci küldte, és az a címe, hogy... Malacos történet? Hát nem ugyanaz a pályának, meg a mappának a neve. Hogy is volt? Igen, a mappa neve Malacos történet, a pálya neve meg egy perc és nyers, szóval nem tudom melyik. Az biztos, hogy Kopci csinálta, vagy legalábbis küldte. Jó, akkor start. Igen, igen. Erre voltam állítva, úgyhogy erre megyek. Easter egg, meg egy liter water. Aha. Mégse. Mégse. Malacra mi? Malacra emlékeztető szín. Oké. Okay. Olvass el, történik. Szabályok. Szabály. Ne csaljátsz kalandmódban. Tessítsd a pályát egy perc alatt. Oké. Okay. Köszönöm, hogy olvastál. Ej, ezzel húzod az időt. Történet. Te egy malac vagy. Pontosabban csak voltál, ugyanis sajnos meghaltál. Egy véletlen keveredés során a malac pokolba kerültél, és nem pedig a malac mennybe. Most szent céloddá vált eljutni a malac mennybe, ahol együtt kedvedre röförészhetsz malactársaiddal. A mennybe való feljutásra egy perc áll rendelkezésedre. Sok sikert, sietek. Játék kezdése. És most fog lejárni az egy perc. És ideig jutottam egy perc alatt. Ezt érdemes így játszani, mi? Jó, ötletes. Azt hiszem nem írta le. Nem írta le, most olvastam. Hogy külső nézetbe érdemes játszani, de érdemes külső nézetbe játszani. Igen, ugye láthatatlan vagyok, és a malacot folyamatosan hozzám teleportálja, ötletes. És közben számolja az időt? Jézus! Földi kapu... Végzett kapu... Üzemen kívül... Jó. Ez üzemel. Menj el a kórházba és keresd meg a holttested. A földön maradt tárgyaid közt lesz az engedély is, amivel be tudsz jutni a mennyországba. A négyes számú műtőben van még a tested. Siess, ki ne fuss az időből. Tudok sprintelni? Nem messzire nem látni. Mennyország kapuja csak engedélyen. Oké. Okay. Nem tudom hány másodperc szétnézés.
Harmadik műtőt mondott. Mi kell legyen, de akkor mi lesz újraindul? Volt test, de jó. Hozzák ne talált tárgyak, és ezt engedjék kell. És most fog lejárni az idő, mármint a másik szint elvesztetted. Hát akkor újra. De nálam van az engedély, szóval minden rendben. És elveszi, akkor is. Nagyon jó ez a pálya. Most így meglepődtem. Tudtok ilyet is. De ez sem egy perces, szóval sokat kell nézelődni. Ha már ismeri az ember, akkor persze biztos végigér rajta egy perc alatt. Mindent visszerek. Okosan meg van csinálva. Ha csak én vagyok ilyen lassú. Mennyország. Meghaltam is, a Mennyországba kerültem, oké. Okay. Már ideig is halott voltam. Nehéz is, hogy nem látja magát az ember. Mindig úgy látszik, hogy lefogás nem van az, de az utánam van, tehát jó helyen vagyok. Szeretnék közelíteni. Mennyország kapuja. Játékbefejezés. Sikeresen felértem azt, Mennyországba egy percen belül. Üdvözöl téged a malacok istene, 10 másodperc maradt hátra. Tulajdonképpen igen, egy perces pálya, csak hát tudni kell az embernek az útvonalat. Gratulok, sikeresen végigjátszottad a pályámat. Ha gondolod, akkor nyugodtan nézz itt kreatív módon. Pályát készítette Kopci. És ott a reklám is. Ez jó volt, ez nagyon tetszett, hogy szépen meg volt csinálva, meg... meg jó ötletek voltak benne, tehát ez a malac vagyok, és akkor így... ez a megoldás. Szóval tetszett, csak... nem olyan egyperces. Én úgy értettem ezeket az egyperces pályákat, hogy elindítom a pályát, és akkor tényleg egy perc alatt végigmegyek valamin. Azt nem mondom, hogy nem biztos, hogy kifejezetten lehet történetet rárakni, nem tudom. Én sem tudom, most így hirtelen mit csináltam, nem gondolkodtam rajta, hogy én hogy oldanám meg. De így is felfoghatjuk, hogy nagyon rövid pálya. Viszont ezt tetszett a legjobban. Következő. A következő és egyben utolsó pályát Marton Presents. Mindegy, maradjunk csak Marton. Marton küldte, és az a címe, hogy... és megint puskáznom kell, de utálom. Egy perces kalandmapok, hóklapátolás. Hóklapátolás. Ez mi az a hóklapát? Megnézem még egyszer. Hóklapátolás. Biztos hólapátolás akart lenni. Szóval Marton küldte, és nem is akartam semmit mondani, csak az, hogy indítás. Üdv megint itt ezen a pályán, havat kell lapátolnod, hogy megint. Egy régi pályakezdeményemet elásztatta a hó. Mi? Kettődés. Ha akarsz, kimehetsz. Oké, poén. Jó, ez jó volt. Viszont pályán kívül vagyok, úgyhogy ez szíves. Hogy megyek vissza? Úgyhogy ez ugyanaz, mint a kezdés, mi? Na, és akkor lapátolhatok. Lapátolhatok még gyorsabban. Van egy érzésem, hogy nem így tervezte a pályát teljesen. Mert írta nekem, hogy van valami időzítő. Hopp. Viszont nem indult el semmi, úgyhogy... nem baj, azért havatlapat... ja, és közben lejárt. Tehát, hogy van valami időzítő, gondolom időre kellett volna lapátolni a havat, de...
De hát ide úgy indultam el, hogy meghaltam és ítélettem föl, nem pedig a gombot nyomtam. Hát azt hittem, hogy kimehetek, én meg komolyan vettem. És itt láthatatlan blokkok vannak. Ennyi. Ja, mert itt is van egy... Végig is meg volt egy perc alatt, nem? Tehát addig lapátolok, ameddig akarok. Jó, most ezt kivételesen elindítom újra, mert kíváncsi vagyok, mi van azzal az idézítővel. Tehát most berakom újra a pályát. Itt vagyok, újra töltöttem a pályát, akkor megnyom a Cat D-st. Cat D-s. Indítás, innentől számodra egy, számolva egy perc. Hát nem olyan szép, hogy kilátszik a reston. Aha, úgy nem látom, de biztos, hogy az egy perc. Csak az nem derült a számomra, hogy most mit kell érnem egy perc alatt. Eltűnjön az összes hó. Megtaláljam az összes lapátot. Négy, ugye? Azt hiszem négy volt. És még a leggyorsabb ez. Jéj. Jó, ezt ma olyannak látom, hogy beleférhet egy percbe, tehát hogyha most lapát... Csapda. Lapátolj addig, ameddig bírod, belefér egy percbe. Hopp! Visszaálltam, apot készítette, letelt az egy perc, egy stack, kettő, négy stack, immunrendszer. Ja, hogy az értékelés. Ajánlom túlsorban írni, hogy átláthatóbb legyen. Hát nem tudom. Nekem sok stackem van. Stack, nyilván. Megszámolom akkor. Na. Ez ugye itt 9, majdnem 9, most 9. Meg 4, az 13. Meg egy kicsi. Akkor az azt jelenti, hogy 10-17 stack. Ját a kexmorzs. Íj. Mikulás segédje a 30 stack. Jó. Ez egész jó volt, ezt ma olyan egy perc szerűnek éreztem, bár én mondtam, hogy indítástól számoljon az egy perc, ne egy külön időzítő legyen. Ja. Ezt már úgy... Ja, hogy értem, aha. Jó, közben így gondolkodom rá, hát igen, ő úgy gondolta, hogy egy perces a játék, mert és igen, teljesen jó. Kopci is ugye ugyanez volt, hogy elindította az időzítőt, és úgy egy perc, tehát tulajdonképpen azok tényleg egy percre szántak. De ez tetszik benne így, hogy... Tehát ameddig jutok, olyan értékelést kapok. Kár, hogy nem újraindítható, tehát ez olyan minigame-szerű. Minigame-re kellett volna. De jó. De a kopciai jobb. Az jobban ki van dolgozva. Tényleg, ezeket nem vettem fel, és beleszámít. Ezeket fölveszem, akkor én Mikulás segédje vagyok. Á, nem hiszem. Nincsen annyi stekkem. Jó, akkor ez volt Marton pályája. Hát én azt mondom, hogy nekem kopcié tetszett a legjobban, de írjátok meg kinek melyik tetszett a legjobban. Aki írta nekem e-mailben, hogy megosszam a pályáját, ez a hógolyót zavar engem, annak meg is fogom osztani, ott lesz a leírásban. Aki meg nem mondta, annak nem, értelmszerűen. Ha valakit kihagytam, akkor az azért van, mert véletlenül, nem direkt, és mert nem írta oda a tárgymező vagy egy perces pálya. És akkor így nem tudtam, és valahogy kimaradt. Jó, köszönjük, néztetek, remélem tetszett. Ha szeretnétek ilyesmit, ha tetszett ez a dolog, nekem tetszett, én élveztem. Tehát olyan izgi volt. Fú, gyorsan végezzünk egy perc alatt, vagy meddig jutunk egy perc alatt. Szóval, hogyha bejött, akkor küldjetek még ilyen pályát. Ha összegyűlik megint egy ilyen 6-7 darab, akkor felveszek még egy ilyet. Köszönjük, néztetek. A kézikönyv óvjon.